három főzenekar, a Bordó Sárkány régi zenerend, a Pásztor Hóra és a legújabb Annó Muzika formációból játszunk egy kis ízelítőt, három műsorszám, három zenekar. Kezdünk egy... Mivel kezdünk? Régi zenével kezdünk, köszönöm Andrisnak az Annó Muzikától egy Larottát. Aztán folytatjuk a Bordó Sárkánytól egy ír, skót összeállítással, majd befejezzük egy Pásztor Hóra moldvai dudás blokkal. Hát szóljon! Elsőként egy középkori táncdallamot hallhattak. Köszönjük szépen! Ez volt tehát az Annó Muzika zenekarunktól az egyik szám. Most következik a Bordó Sárkány zenekarunktól egy másik szám, egy ír összeállítás. Thank you.
László Hóra, a zenekar a következő, akit prezentálunk két szemébe. Ezek mind ilyen öt fő zenekarok, és elég furcsán érzem magam most két fővel ezeket a számokat játszani, de érdekes, lehet, hogy duó formációval is gondolkodunk a jövőben. Bergi Csandrás! You've been here before. How am I gonna be enough?
is the dull us settled around us. The walls kept tumbling down the city that we love. The clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? I'm
Bye.
Szép jó estét kívánok mindenkinek, nagy-nagy szeretettel köszöntöm önöket, a kedves vendégeket, a kedves dabasiakat, és hát nem utolsó sorban a Szlama családot, a barátokat, és Laci, téged. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. A kezembe nyomtak itt egy kis tabellát, ami rajta vannak a puszta tények, de engedjétek meg, hogy ezt még egy picikét letegyem valahová, mert nyilván nem csak a száraz tényeket szeretném elmondani, hogyha már itt vagyok, mert hogy nagyon-nagyon fontos számomra ez a mai este, ez a mai fellépés, ez a mai színpad itt, és ugyanúgy remeg a kezem nekem is, mint az összes fellépőnek, aki eddig itt volt, hiszen hát mindannyian tudjuk, hogy ez egy nagyon fontos este. Hogy miért is vagyok én itt, hölgyeim és uraim, erről csak nagyon röviden egy percet engedjenek meg. Valamikor 3-4 évvel ezelőtt meghívtak, és egy nagyon szép felkérést kaptam, hogy a Prima Primissima Junior díjátadó gálán legyek én az egyik díjátadó, és a műsor közlő is egyben. Ez a népművelődés és közművelődés, népművelés kategória volt. És ott én konferáltam föl a díjazottakat, tehát az ország legjobbjait, akik ebben a kategóriában valami olyat alkottak, amit senki más nem tud ebben az országban. És megláttam a kivetítőn egy fiatal srácot, aki fantasztikusan énekelt, fantasztikusan játszott egy olyan hangszeren, aminek bevallom őszintén, hogy a nevét sem tudtam pontosan, és ugyanígy álltam egy színpadon, és akkor így felkonferáltam, kezembe nyomtak akkor is egy ilyen kis papírkát, és ott olvastam, hogy Szlama László, a kobzos. És akkor én ott mondtam neki valami helyeset, átadtam neki a díjat, ez a Prima Primissima Junior díj volt, ami egy hatalmas elismerés. Valóban az ország legjobbjainak jár. Laci, ez neked szól, Lackó, hogyha itt hallasz bennünket. És azt hiszem, hogy még egy fényképet is készítettünk az este végén, és nagyjából úgy ennyi történt. Aztán egy másik rendezvényen megismerkedtem valakivel, egy csodaszép lányjal. Aki bemutatkozott, és rögtön azzal kezdte, hogy ő egyszer már találkozott velem, mert egy fényképet készítettem, amikor az öcsének átadtam ezt a díjat. Na, ennek nagyon megörültünk, mind a ketten, és nem tudom, tudják-e, vagy gondolják-e, hogy hogy megy manapság egy ilyen ismerkedés. Mi körülbelül fél óra múlva, nem fogom elmondani az egészet persze, rögtön az első randevú minden pillanatát, de fél óra múlva egy népdalt kezdtünk énekelni mind a ketten, mert hogy kiderült, hogy én is annak idején egy kórusban énekeltem, ő pedig egy autentikus zenész családból jön, és mind a ketten elkezdtük énekelni az Este jöjj szürkülj bé című népdalt, nem tudom, tetszenek-e ismerni, Este jöjj szürkülj bé, tűzhelyeket serpe, és hát én még nem találkoztam olyan lányjal ma a 21. században, aki ezt a dalt ismerte, én is már nagyon-nagyon régen még az általános iskolában egy kórusban énekeltem. És hát az a helyzet, hogy ebből a találkozásból aztán az lett, hogy egy család lettünk. Bekopogtam egy ajtón, egy karácsonyon, egy nagyon fontos karácsonyon, és ott megismertem az egész családot. Egy csupaszív, szeretettel teli, csodálatos családot, ahol minden sarokban ott volt egy hangszer, volt egy furúja, ott egy koboz, ott egy citera, most már megtanultam ezeket a hangszereket egyébként. És ebben a családban mindig mindenki énekel, tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, ilyet sem láttam még, hogy beszélgetünk, majd egyszer csak elkezdünk énekelni. És hát velem ellentétben csodaszépen énekel ez a család, tehát itt azért megszólal mindenféle hangszer virtuóz módon. És hát, hölgyeim és uraim, ebben a családban bizony érkezett ez a rossz hír. Ebben a csupaszív, szeretetteljes, csodálatos családban érkezett ez a rossz hír. Mi ezt igazából problémaként kezeljük, tehát nem betegségként, hanem problémaként, amiről ugye pontosan tudjuk, hogy három helyen kell megoldani. Ugye orvosi értelemben, nyilván az orvostudományban hiszünk, spirituális értelemben, lelki és gondolati értelemben. Én hiszem azt, hogy ez a ma este, amely megmutatta a dabasi emberek jó szívét, szeretetét és elképesztő összefogását és összetartását. Én azt hiszem, hogy rögtön ezt a kettőt, a spiritualitást és a gondolatiságot rögtön kipipálta
Drága Laci, én arra kérlek, hogy szívd magadba ennek a rengeteg csodálatos embernek az energiáját. És én biztos vagyok benne, hogy nem kérdés, hogy jövőre, ha megrendezzük ezt a koncertet, akkor annak már nem ez lesz a neve, hanem az lesz a neve, hogy Szlama László születésnapi koncert. És azon én szeretnék ugyanitt állni, és veled együtt szeretnék énekelni, és játszani. Ehhez kívánok neked nagyon jó egészséget, és hölgyeim és uraim, én hiszek a kiabálás, a tapsvihar, a sikítás, az oroszlánbőgés, és ennek a sok hasonló tényezőnek az erejében. Tudunk egy olyat csinálni, amiben a lányok sikítanak, a fiúk oroszlánbőgnek, és közben felzúg egy nagy tapsvihar. Hölgyeim és uraim, mi azért vagyok itt, hogy ami Szlama Laci barátunknak segítsük, ugye egy nagy tapsvihart kérek szépen, egy nagy tapsot, egy nagy sikítást. Laci! Neked szól. Hát én nagyon hálás vagyok önöknek, nektek ezért a tapsviharért. Szerintem a környéken mindenki meggyógyult, még azok is, akik nincsenek itt most itt közvetlenül velünk. Hölgyeim és uraim, én már csak annyit szeretnék mondani a következő fellépők előtt, hogy én nagyon köszönöm, Laci, neked személyesen, hogy ilyen gyermeket és ilyen gyermekeket hoztál a világra. Neked is, és Ildikónak is, nem tudom, a kedves mama is itt van-e. Szeretném nektek megköszönni ezt a csodálatos három gyerkőcöt, mert hogy a Dóri is itt van velünk, és nem sokára itt lesz a színpadon is. Tehát Lackó, Ildi, Dóri, és itt van a kis Lilike is, nem tudom, hogy... Reméljük, hogy láthatjuk majd őket is itt mindannyian. Én azt gondolom, hölgyeim és uraim, hogy a rengeteg virtuóz és csodaszép produkció egyik égköve lesz az talán, amikor az összes gyermek itt lesz a színpadon és énekel nekünk, remélhetőleg.
kedves Laci barátom, és Lacinak minden kedves barátja, aki eljött ma este. Én is nagy örömmel jöttem, és bármikor, amikor Lacira gondolok, eszembe jutnak azok az évek, amikor 20 évvel ezelőtt már, nem is tudom pontosan, hogy hány éve már, megismerkedtünk a Birény József vezette csutorás táborban, ami már több mint 30 éves, tehát ahhoz képest kell a dolgokat mérni, és gondolkoztam rajta, mit is játszak neked, mindnyájuknak. Aztán arra gondoltam, végül is nagyon könnyű dolgom van, felidézni egy jó pár évvel ezelőtt közösen tanult kiskunsági anyagból, használjon, erősítsen, mert mindnyájan veled vagyunk, és veled is voltunk.
lányom, jaj, de bánom, mit teszik majd a jó szágon a sajt. Sédás bogrács nincs hús benne, arra való kocsmáros még főzzön vele. Üres a csutorán szája, nincs bor benne, arra való kocsmáros még töltsön vele. Üres a csutorán szája, nincs bor benne, arra való kocsmáros még töltsön. András jól elhúzta Laci és mindannyiunk nótáját. 1991 idéződött föl bennem ezen csokor kapcsán. Szelecki bácsi Törökfáiból Kecskeméten túlról, mint adatközlő énekes, pásztor, juhász ember, énekelte ezen dalok többségét a csutorás táborban, akkor éppen Kunszent Miklóson rendeztük. Előtte voltunk Gyónon, Dabason, Örkényben, Lajos Mizsén sok helyütt. A sok jó kívánság, együttérzés mellett bennem az vetődött föl, amit egyszer úgy jó hangulatomban írtam le, hogy a zene lényegét megfogja az ember. Nagyon nehéz, mindenki tud róla beszélni, vagy sokat, vagy keveset, rólam azt mondják, hogy én sokat. Éppen ezért egy epigrammikus tömör mondatban próbáltam megfogalmazni, hogy a látványművészete fényben él, a zene sötétségben is utat mutat. Természetesen az ember nem azért zenél, és nem csak akkor kapaszkodik a zenébe, amikor szüksége van, vagy baj van, és valami segíteni kell, hanem az élet minden fordulójában, minden zegében, zugában, örömében is kapaszkodunk hozzá, mint ahogy ma este is jó néhány örömforrás volt a zene által. Egy varázslói eszközt hoztam, és a nagyon hangulatos, hosszúra nyúlott műsornál úgy döntöttem, hogy a szokásos 65 hangszerből most csak 62-t fogok megszólaltatni a következő másfél órában. Ehelyett marad a doromb, ami a zsebben is elfér, de azért hoztam egy hangszert, és még csábítani fogok a színpadra másokat is. A doromb varázslói eszköz. Ugye mindig elmesélem róla, hogy a 17.-18. században törvénnyel tiltották be, mert a lányok, asszonyok állítólag nem tudtak ellenállni a hangszer csábító hangjának. De a hangszereket eredetileg ugye nem kocsmáltatásra, zenélésre, tánckíséretre használták, hanem gyógyításra, jótéteményre, az istenekkel való kapcsolatra. Hát szóljon akkor egy varázseszköz, ha már a táltos dob is megszólalt, jöjjön a doromb. Yeah.
Pengetővel készült, úgyhogy nem kell kölcsön adni. Fegyver mindig kéznél van, ez helyes, nagyszerű. Hát aki ennyi embert tanít, ennyi örömet tud okozni, és már itt közösen ujjongott a közönség, közösen zenéltek, táncoltak, hát most akkor énekeljünk egyet közösen. Egy olyan dalt választottunk Andrással szándékosan, ami többrendileg is aktuális, és mindenki tudja, apraja, nagyja egyaránt, és akkor Lacit is megkérjük, hogy közös húrokon tudjunk pendülni. Tavaszi szél, a kezdőhang már megvan. Tavaszi szél vizet áraszt, egyszer eljátsszák, utána elkezdjük énekelni. Én a mikrofontól távolabb megyek, mert azt szeretném, hogyha tőlünk a közönség sokkal hangosabb lenne. Hát akkor köszörüljünk addig, és akkor menjen a tavaszi szél. Azzal fejezzük be.
engedjék meg, hogy Széles Andrással, Szlama Lacit köszöntsük, mint magyar kultúra, vagy a kultúra lovagjai, mert ezzel a címmel Andrással mindketten rendelkezünk, ugye is az egyetemes kultúra lovagjáról van szó itt velünk együtt, frissen avatott lovagról. A sok lovagias tett eredményeképpen a Falvak Kultúrájáért Alapítvány alapította ezt a díjat, és hát arra érdemesek állítólag azt mondják, ugye mi ezt nem mondjuk ki, mert mi is megkaptuk, arra érdemesek kapják, és most a Magyar Kultúra Napján, mint a bevezetőben hallható volt, Szlama László is megkapta teljes érdemmel ezt a címet. Fecske nyarat csinál a környezetében, jó néhány csoportot, nagyon sok gyereket, felnőttet tanít, közel stávol. 30 és fél évvel ezelőtt a csutorás táborban ugye törzsvendégként jött, majd hozta a gyerekeket egészen aprókortól. Nekem is óriási élmény, amikor látom itt Lacit, Ildikót, a többieket, a kékibolyákat és azokat a gyerekeket, akik ugye kise látszottak az asztal mögül, és ma már ilyen fantasztikusan zenélnek, és a mestereken is túl tudnak szárnyalni. Ha nézzük a tanárokat, ugye Széles Andrástól, Kovács László is itt ül az elsősorban, és jó néhányan tanítottuk kezdettől fogva őket, és hát tényleg nagyszerű, hogy így szárnyalnak. Engedjék meg, hogy akkor itt a lovagok nevében készített nekünk ide két flaskát Katalin. Nagyon azt hinni az ember, hogy vörös bor, de úgy látom, hogy céklalé van benne. Úgyhogy azt hiszem, hogy egészségnek használni fog. András az egyiket. Adja, András úr. Bio és zöld búzával körítve, úgyhogy ez nagyon hatékony lesz. És engedjék meg, hogy két csutorás tábor mozaik filmet adjak Lacinak, amiből feltehetőleg ő biztosan rendelkezik, de azért jelentősége van, mert egy 2008-as és egy 2015-ös, ahol ők is szerepelnek rajta, úgyhogy ezt szeretettel adom, és beletesszük ebbe a nagy zacskóba, és gratulálunk, és minden jót kívánunk. És augusztus 7-től 14-ig várjuk szeretettel a csukorás táborban Lacit és a tanítványokat egyaránt. Köszöntök mindenkit, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ilyen sokan eljöttetek, és hogy ennyien szeretitek apát, ez a szívünket melengetés. Én számítottam rá, hogy nagyon sokan leszünk, de hogy ilyen sokan, tényleg nagyon nagy boldogság. Köszönöm, és én biztos vagyok benne, hogy ettől a nagy szeretettől, a ti szeretetektől és a miénktől fog apa meggyógyulni. És nem is szaporítom a szót, amíg itt Tomiék beállítják nekünk a technikát, csak egy-két mondatot szeretnék mondani. Méghozzá azt, hogy apukám, nagyon-nagyon büszkék vagyunk rád, azért, mert ebben a városban és a környező városokban nagyon sok generációt felneveltél, és megszeretetted velük a népzenét és a hangszereket. És hát az első próbád, akin kipróbáltad, azok mi voltunk. Mert tudnotok kell, hogy nekünk kiskorunkban voltak citerás napok és mesés napok. Volt olyan este, amikor anya mesélt nekünk lefekvéskor, és volt olyan, amikor azt kértük, hogy apa, akkor citeráz. És hát mi nagyon kicsik voltunk, és erre aludtunk el, és az lett az eredménye, hogy későbbiekben cseperedtünk, elkezdtünk hangszerekkel játszani, és mindenki azt mondja, hogy hú, hát ezek a gyerekek, ezek milyen különlegesek, milyen jó nekik, hogy ők együtt tudnak zenélni, és hogy az egész családdal egy zenekart kitesznek, és igazából mi csak ebbe beleszülettünk, erről nem tehetünk, úgyhogy apa, nagyon szépen köszönjük, és nagyon-nagyon szeretünk. Úgyhogy fogadj szeretettel a meglepetésünket. Lilikém, készen állsz? Thank you.
Nagyon-nagyon szépen köszönjük. És egy tényleg egy nagyon-nagyon utolsó dalra szeretnénk felhívni a csapatot, mert a család kibővül az alapító citerás tagokkal egy utolsó moldvaira, és hát apa, nélküled mi ezt nem tudjuk eljátszani, úgyhogy téged is kérünk ide a színpadra, és gyere, gyere egy Laci bátyámra, zárjuk le ezzel a ma estét. Laci bátyám szépen hegedülne, akkor én is rátalálnék egy szép
szépen köszönöm mindenkinek. Nagyon nehéz megszólalni most, úgyhogy nagyon sokat nem is tudok mondani, tényleg csak azt, hogy mindenkinek nagyon-nagyon köszönöm és nagyon hálás vagyok. Bármilyen, bárhogy kivette a részét ebből, nagyon-nagyon köszönöm, nagyon jól esik. Köszönöm szépen. Jelenlévők, enyém a megtiszteltetés. Azt gondolom, hogy megtiszteltetés az, hogy itt állhatok a színpadon egy ilyen városban, ahol ennyi önzetlen ember van. Mert a mai estére 700 belépőjegyet adtak el a kollégák, és rengeteg támogatójegyet, és így a mai estén az önök jóvoltából is összesen több mint 1.800.000 forint gyűlt össze. Család, a kezdeményezők, mindenki nevében nagyon szépen köszönjük az önök kiállását Laci mellett, és azt a szeretetet, amellyel elárasztották ma őt ezen az estén. Ez tartson ki nagyon sokáig, nagyon köszönjük önöknek. És csak egyetlen egy mondat még, hogy az 1.800.000 szer 1.800.000 szer, 1.800.000 szer, 1.800.000 szer, 1.800.000 szer, szeretet, egymás iránt Laci felé, és akkor megyünk ezen az úton sokáig együtt, jó? Köszönöm szépen! Magtelevízió. Önökért vagyunk.